Nem vagyok egy nagy édességrajongó, szóval arra gondoltam, hogy mivel közeledik a húsvét és itt a medvehagyma szezon, ezért ezt a kettőt összekombinálom és készítek egy nagyon király keltésztás babkát medvehagymás krémsajtos töltelékkel. Vágjunk is bele! Első lépésnek a tejet fogjuk egy kicsit felmelegíteni egy lábosban, és felfuttatjuk benne az élesztőt. Amíg az élesztőnk felfut, addig kimérjük a lisztet, 550 g-ot fogunk használni, mehet is a dagasztógépünk dobjába. Adunk hozzá egy csipet sót. A dagasztógéppel most egy picit összedolgozzuk ezt, hogy a száraz alapanyagok elkeveredjenek. Feltörünk 3 tojást, és a liszthez adagoljuk. Most, hogy felfutott az élesztőnk, hozzáadjuk ezt is a tésztánkhoz. Hozzáadunk még egy kevés vizet a masszánkhoz. Most, hogy a tésztánk már kezd egy kicsit összeállni, hozzá fogjuk adagolni a szoba hőmérsékletű vajat, amit kisebb kockákra vágunk, és miközben megy a dagasztógépünk, hozzáadagoljuk. Készen is vagyunk a tésztánknak a dagasztásával, amit onnan tudunk, hogy szépen elvált az edény falától, és ilyen szép fényes a felülete, úgyhogy belisztezzük a nyújtódeszkánkat, kirakjuk rá a tésztát, egy picit átgyúrjuk még rajta, cipót formázunk belőle, és félre rakjuk keleszteni. Én most a keresztő funkciót fogom használni, hogy a babka tésztánk előbb megkeljen, hogyha nektek ilyen nincs a sütőtökön, akkor körülbelül 40 perc alatt tökéletesre tudjátok keleszteni szobahőmérsékleten. Következő lépésként a medvehagymát fogjuk felhasználni, amit 3 részre fogunk felvágni, az alsó része az megy a kukába, a középső részét meg fogjuk futatni egy kevés vajon, majd a tetején lévő kis zsenge levelet, miután lekapcsoltuk a lángot a serpenyő alatt, hozzádobjuk. Most, hogy ezzel meg vagyunk, kikeverjük a krémünket, amihez használni fogunk tejfölt, rikottát, krémsajtot, reszelt sajtot, egy citromlevét, sót és borsot. Most, hogy kikevertük a krémet, hozzáadjuk az eszenciáját, a medvehagymát. A tésztánk ennyi idő alatt körülbelül a duplájára is nőtt, úgyhogy jöhet a nyújtás. És most kinyújtjuk a tésztánkat körülbelül ilyen 1 centis vastagságúra. Mivel elég nagy lesz a tésztánk, hogyha szépen 1 cm-es vastagságúra kinyújtjuk, ezért én most leveszem a nyújtódeszkánkról, és egy tiszta felületre rakom, ahol tovább nyújtom. A tésztánk végéből levágunk egy vékony kis darabot, hogy szép téglalap alakot kapjunk, és most jöhet a lényeg, belerakjuk a medvehagymás krémsajtunkat. És most úgy, mint amikor egy kakaós csigának a tésztáját tekerjük föl, szépen szorosan feltekerjünk a babkának a tésztáját. Óvatosan ketté vágjuk középen. És most szétnyitom a tésztánkat, és nézzétek meg, hogy mennyire szép csíkos lesz így a babkánk. Úgyhogy itt a végénél el is kezdjük összefonni. Összefogjuk a két végét, egy kicsit behajtjuk alá, majd nagyon óvatos mozdulatokkal áthajtjuk az egyiket a másikon. Addig megyünk így tovább, amíg a végén egy szép fonott babkánk lesz. És most, hogy elérkeztünk a végéhez, itt is szépen összecsippentjük a tésztánkat, és beforgatjuk alá. Most, hogy sütőpapírral kibéleltünk egy hosszúkás formát, szépen megfogjuk a babkánkat két oldalról, és belehelyezzük. Most pedig fel fogunk verni egy tojást, amivel lekenjük a babkánknak a tetejét, majd pisztáciát fogunk használni, amit szépen felaprítunk, megszórjuk a babkának a tetejét, és megy be a sütőbe körülbelül olyan 180 fokra, olyan 40 percet fog benne eltölteni, de azért néha rácsekkolunk, hogy alakul. El is készültünk ezzel a medvehagymás krémsajtos babkával, és hát meg kell mondanom, srácok, hogy brutális illatok uralkodnak itt a stúdióban, úgyhogy már előre irigylem a kollégáimat, akik meg fogják ezt kóstolni, úgyhogy ti is készítsétek el mindenképpen ezt a babkát otthon, mert tényleg nagyon király, tökéletes lesz a húsvéti asztalra, hogyha nem szeretitek annyira az édességeket. Szóval, hogyha elkészítitek, akkor írjátok meg kommentben, hogy hogy ízlett nektek, töltsetek fel róla képet, és kövessetek minket Instagramon, Facebookon, YouTube-on és TikTokon is. A következőkben találkozunk, sziasztok! A húsvéti receptek támogatója az Electrolux. A receptet a Gyermei támogatta.